Február 27-én a Magyar Önkormányzatok Szövetsége várta beszélgetésre a középiskolásokat a NATO szerepéről. A Művészetek Házában megtartott rendezvény a Külügyminisztérium együttműködésével valósult meg, melynek képviseletében Marosfi Gábor a transzatlanti kapcsolatrendszert érintő új kihívásokról, mint például a terrorizmus vagy a kibertámadások elleni fellépésről beszélt. Lehet-e halálos erőt alkalmazni a kibertérben? Mondjuk egy kórháznak az infrastruktúráját támadod meg, és emiatt emberek halnak meg. Vagy mondjuk olyan infrastruktúrát, atomerőműveket fenyegetsz, esetleg hálózatokat, elektromos hálózatot, akkor ez most belefér-e a klasszikus hadviselés szabályaiba? Nem tudjuk ezeket. Tehát a probléma ott van, hogy nincsenek határok, igazából szabályok sincsenek. A nemzetközi közösség ugye próbálkozik a szabályozással, az ENSZ-en belül, és a NATO-n belül pedig hát van egy nagyon komoly folyamat erről. Boc László Péter, a Magyar Honvédség önkéntes műveleti tartalékos tisztje, a sok nemzetet tömörítő NATO-n belüli kommunikáció szerepét emelte ki. A közös NATO eljárások, szabványok kidolgozása, az a rengeteg bizottság, főleg a katonai oldalon, az eljárásokat, szabványokat, ezeket dolgozza ki. Ha egy ilyen támadás ér minket, arra így kell válaszolni. És ugye ez le van fektetve dokumentumokba, minden tagállam által elfogadott módon. A rendezvényen részt vett az Egyesült Államok nagykövetsége részéről Joseph Trözdél helyettes politikai és gazdasági tanácsos, aki méltatta a magyar katonák szerepét a béke fenntartó hadtestekben. És Afganisztánban több mint 500 magyar katona szolgál. Tanítják, továbbképzik az afganisztáni kollégáikat. Fejfej mellett dolgoznak az amerikai és más kollégáikkal azon, hogy felvirágzóvá és biztonságosá tegyék azt az országot. A rendezvény a Magyar Önkormányzatok Szövetsége együtt a NATO-ban Fiatalok Magyarország helyéről a transzatlanti kapcsolatrendszerben című nyertes pályázata keretében valósult meg, mely pályázatban Gödöllőváros 3 középiskolájának diákjai vesznek részt, csapatokban versenyezve a vetélkedőt is magába foglaló rendezvénysorozaton.